nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntelek benneteket a Nyíregyházi Kirendeltség első sajtónyilvános rendezvényén. Abban a nagyon szerencsés és azt hiszem, hogy megható helyzetben vagyunk, hogy egy újabb központot avathatunk, ami mindig egy nagy mérföldkövet jelent az MCC lassan gördülő és egyre terjeszkedő történetében. Szeretettel köszöntök mindenkit, különösen a diákokat, ők a legfontosabbak, akik itt lehettek. Nagyon nagy öröm számomra, hogy immáron a 24. Kárpát-medencei MCC központot tudjuk megnyitni. Nagyon vártuk azt, hogy ezt Nyíregyházán is meg tudjuk tenni. Az MCC központ az nem csak a diákoknak szól, nem csak a szülőknek szól, nem csak a pedagógus kollégáknak szól, nekik is kiemelten, de szól minden nyíregyházi polgárnak, minden megyei polgárnak, akit érdekel valamilyen eseményünk, valamilyen kerekasztal beszélgetésünk, valamilyen könyvbemutatónk, konferenciák. Mi szeretettel köszöntöm Önöket, mint házigazda. Néhány hónappal ezelőtt, amikor megkérdezték, hogy van Nyíregyháza, azt tudtam mondani, hogy a bábozódás folyamatában készül, hogy pillangóként repüljön. Örömmel számolhatok be itt ma Önöknek, hogy ez a pillangó elindult és repülni kezd. Én nagy örömmel várom azt, hogy a nyíregyházi lesz, ha már most nem az, a Kárpát-medence talán legjobb MCC központja. És Önök meg remélem, hogy minél több tudást, és minél több ismeretet, és minél több időt töltenek velünk. Köszönöm szépen a figyelmet!